Tamásiban 1735 és 1745 között épült Nagyboldogasszony barokk templom most kormányzati támogatásból újul meg. A külső-belső munkák során többek között újra vakolják a külső falakat, és korszerű, energiatakarékos kültéri világítással látják majd el az épületet. Gyakorlatilag tetőtől talpig mindenhol lesz valami munka végezve. Torony, sisak felújítása, javítás az igazából akkor derül ki, amikor fel tudnak menni majd oda a mesterek, és meg tudják bontani a burkolatot, hogy pontosan milyen munkára van szükség. A legteljesebb opció az, hogy lebontani és újraépíteni. Az is benne van a munka lehetőségekben. Külső-belső festés, szobroknak a felújítása, amik itt kívül vannak, ugye ez az 5 szobor, ami látszik. Orgona felújítás, padlózatcsere, padlófűtés beépítése csak itt a templomban, illetőleg, ha még belefér a költségvetésünkben, akkor a mennyezetnek, a festményeinek a restaurálása is, hiszen ugye az is megrepedezett, hogy a templom statikáját, amikor megerősítették, illetőleg volt egy földrengés, amire talán még emlékszünk nem olyan régen, az is megmozgatta fal szerkezetet, és repedések keletkeztek. A templom korszerű fűtéséről a jövőben padlófűtés gondoskodik majd. A véglegesnek tűnő megoldás szerint egy hőszivattyú fogja ellátni, egy levegővíz rendszerű hőszivattyú, ami legjobb emlékezetem szerint olyan 50 kW-os teljesítményt képes produkálni, és ez elegendő kell legyen ahhoz, hogy 14-15 fokon tartsa a templom levegő hőmérsékletét. Ami sokkal fontosabb, hogy a lábtérben egy kellemes hőmérsékletet tud biztosítani. Ez egy kormányzati támogatás, tehát nem pályázat, legfőképp nem adomány, hanem egy kormányzati támogatás keretösszeg, az olyan 540 valahány millió forint, és hát ezt igyekeztünk a lehető legjobban beosztani, illetőleg az orgonára egy gavallér adakozó gyakorlatilag a teljes bekerülési költséget fölajánlotta, és ehhez az előleg költséget már át is utalta. Tehát nagy-nagy köszönet neki, még akkor is, hogyha most nem említjük név szerint, mert ez az ő kívánsága. A templom teljes területe lezárásra kerül a felújítás idejére, így az egyházközség más helyszínen tartja majd szentmiséit a következő egy évben. Hát az én nagy reményem, hogy jövő év Mikulásra már biztosan bent leszünk a templomban, és addig szertartásainkat az evangélikus templomban fogjuk tartani Kossuth téren. Ugye eddig több napon is volt szentmisénk, ami megmarad, az a szombat-vasárnap hétfői szentmise itt Tamásiban. Kettőt majd vidéken fogok tartani, ami eddig nem volt hétköznap. Egyet szeretnék Páriba, azt már megbeszéltük az ottani hívekkel, az pénteken 5 órakor lesz. A másik az Regőjben lenne, az még igazából nincs megbeszélve, de szerintem ugyanígy el fogják fogadni, az csütörtökön 5 órakor lenne. Illetőleg a vasárnapi reggeli szentmise, vagy délelőtti szentmise időpontja változik, mivel ugye az evangélikus közösség Isten tisztelete 10 órakor van, és hát mi is akkor tartottuk itt a saját szentmisénket, ezért, hogy ne ütközzünk, mi 8 órakor fogjuk tartani. A szombat esti 6 órai szentmise, illetőleg a hétfői 6 órai szentmise időpontja változatlan. A hívek összetartásának köszönhetően a templom kipakolása nagy összefogás mentén valósult meg. Én nekem vasárnap délután, meg hétfőn püspökség által szervezett programom volt Mária Gyűdön, úgyhogy én délben a pári szentmise után elmentem, és utána láttam a Facebookon a megosztott képeket. Az alapján tudom azt, hogy nagy-nagy összefutás volt, és tényleg komoly munkát végeztek, mert utána bementem a templomba, és megnéztem, hát meglepő látvány, üresen a templom. A templom mellett a plébánia is felújításra kerül, ahol a tetőszerkezet cseréje mellett az épület szigetelése, valamint a nyílászárok cseréje is megvalósul majd. A plébánián márciusig, vagy a kivitelező szerint maradhatunk, majd akkor kell találnunk egy megoldást. Egyelőre él az önkormányzatnak a fölajánlása az iroda elhelyezésére. A piac melletti infopont irodában ajánlottak nekünk helyet, ami tökéletesen meg is felelne.
meglátjuk, hogy akkor hogyan és miként lesz rá szükség. Az én szállásom pedig a regői plébánia épületben lesz arra az időszakra, amíg itten olyan munkákat végeznek. A felújítást, amely a templomkertet és a téglakerítést is érinti, a tervek szerint 2023 év végére fejezi majd be a kivitelező.